Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves kis testvéremet, titeket gyerekek, örülök, hogy a mai napon ismét találkozhatunk, és olvashatjuk együtt Isten igéjét. Én nagyon szeretem Isten igéjét olvasni, remélem ti is nagyon szeretitek. Ma folytatni fogjuk a megkezdett történetet Illés prófétáról és a sareptai özvegyasszonyról. Ugye emlékeztek? Ez egy hatalmas nagy megpróbáltatásnak az ideje volt az emberekre. Mindenkit elért a megpróbáltatás, Illést is, a sareptai özvegyasszonyt is, de Isten mindig megmutatta a dicsőségét. A Bibliából azt olvastuk, hogy a sareptai özvegyasszonynak volt egy nagyon kedves fiacskája. Ez a gyerek mindig vidám volt, mindig örömet szerzett az édesanyjának, a nagyapja meséket olvasott neki, mindig hálás volt és megköszönte. De nagy baj történt a házba, mert ez a nagyon kedves fiú megbetegedett, és az édesanyja azt se tudta, hogy mit csináljon vele. A szobában volt egy nagy, hatalmas kőkorsó, látjátok itt a képen, abba belemártogatta a vizes törölködőt, és törölgette a fiacskájának a homlokát, aki a beteg ágyba feküdt. Nagyon-nagyon beteg volt, alig kapott levegőt. Tudjátok, akkor még nem volt oxigénpalack, hogy lehetett volna segíteni a fiún, és nem volt lélegeztetőgép. Máma is nagyon sokan vannak, akik olyan nagyon betegek, hogy nem kapnak levegőt, nehezen veszik a levegőt, és az ilyeneket viszik a kórház intenzív osztályára, és ráteszik a lélegeztetőgépre. De eznek az özvegyasszonynak se lélegeztetőgépe nem volt, sem pedig oxigénpalackja nem volt. Vizes ruha volt, jó hideg vizes ruha, amivel próbálta a magas lázt lehúzni. Arra gondolt, hogy egy vizes törülközőbe fogja becsavarni a gyereket, egy lepedőbe, és az majd lejjebb viszi a lázát a hideg érzéstől. Gyerekkoromban engem is becsavart édesanyám ilyen hidegvizes lepedőbe, amikor 40 fokos lázam volt, és használt is, mert egy kicsit levitte a lázt. Titeket is már hűtöttek, amikor nagyon lázasak voltatok, csak hogy ennek a fiúnak nem használt. Úgyhogy mire anyuka fordult egyet a vizes lepedővel, addigra azt vette észre, hogy a fiú már nem lélegzik. Sokat szenvedett ez a fiúcska, nagyon beteg volt, és hirtelen meghalt a gyerek. Ó, de síratta az anyukája, még a nagypapa is nagyon síratta, hiszen nagyon szerette. Úgy törülgette a könnyeit, folytak a könnyei, és nem tudott megvigasztalni, hiszen az ő szeretett unokája többet nem él. Nagyon nagyszerű fickó volt ez a srác. Mindenki, aki csak ismerte, szerette, és mindenki sajnálta. Az asszony pedig nagyon összetört. De azt gondolta, hogy egész Sareptában nincs, aki tudna segíteni. De egy valaki igen, az pedig az ő házába, a padlásszobába van elszállásolva, mert ott lakott Illés próféta, és mindenképpen neki fog szólni, mert ő az egyedül, az Isten embere, Illés próféta, aki tud segíteni. És akkor az anyuka szólt Illés prófétának, de sajnos nem sikerült a legbarátságosabb hangon szólni, mert hogy
Nagyon ideges volt az asszony, tele volt keserűséggel, nagyon szomorú volt, és másokat okolt azért, hogy az ő fiával ez történt. Vajon miért is okolt ő másokat? Azt gondolta, hogy ő neki nagyon sok bűne van, hiszen pogány módra élt, és amikor Illés próféta a házába jött, akkor ő elfogadta azt, hogy egy élő Isten van, de a bűneit nem tudta elrendezni, és úgy gondolta, hogy a bűnei miatt fogja őt az Úr megbüntetni, és a fiának is ezért kellett meghalnia. És azt gondolta, hogy jobb is lett volna, ha nem jön a házába a próféta, jobb is lett volna, ha nem sokasítja meg a lisztet, meg az olajat általa az Úr, mert hiszen mit használ mindez, hogyha ilyen hatalmas veszteség érte őt, a fia elvesztése, ez biztosan az Isten ítélete. Nem akart ő ilyen szemrehányóan beszélni Illéssel, de valahogyan így sikerült, ez a csúnya hangnem, amit az özvegyasszony használt. Ugye megértjük, nagy bajban volt, és ilyenkor az ember nem tud magán uralkodni. Ti hogy viselkedtek a nem várt pillanatokba? Durcáskodtok? Dulifulisztok? Haragudtok? Ütitek az asztalt? Hisztisztek? Nem akarjátok? Vagy éppen némák maradtok, és ha szólnak és kérdeznek, akkor se szóltok. Nem mondjátok el azt, ami a szívetekben van. Vajon miért is történt mindez? És vajon mi hogyan tudunk változtatni, hogy tudjunk uralkodni az indulatainkon, az érzéseinken, hiszen tudunk nagyon kedvesek is lenni, tudunk nagyon szeretetteljesek is lenni, és tudunk úgy beszélni, hogy megértsék mások, hogy mi is a problémánk és a bajunk. Illés megértette ennek az asszonynak a problémáját, és azt mondta az asszonynak, add ide a fiadat. Látta Illés, hogy ezzel az asszonnyal most nem lehet imádkozni. Ebbe az asszonyba egy olyan megkeseredett lelkület volt, hogy nem lehet vele szót érteni. Ezért azt mondta, add ide a fiadat. És amikor odaadta a fiát, akkor Illés megfordult és egyenesen felment a felházba, a padlás szobába, és letette az ágyra a gyereket. Tudjátok, ez a padlás szoba egy átimádkozott, kicsiny szoba volt. Illés próféta ott beszélt az élő Istennel, ott imádkozott, ott hallotta meg az Úr hangját, hiszen abban a lármás lenti házban nem tudott Isten szólni, nem tudott Isten szent lelke kiáradni. De itt Illés letértelt, a gyereket rátette az ágyra, ráborult, és úgy imádkozott, hogy Uram, bocsáss meg ennek az özvegyasszonynak a bűneit. Adj áldást ennek az özvegyasszonynak a házára, hiszen befogadott engem, és éleszt fel a fiát, támaszt fel. Illés sokáig imádkozott, térden áldva. Aztán hálát adott, és amikor fölemelte a fejét, akkor látta, hogy a fiú elkezdett pislogni. Aztán nagy levegőt vett, és felült. Illés nagyon boldog volt,
hálát adott, hogy az Úr ennek a gyermeknek visszaadta az életet, és fogta a gyereket, és levitte a lenti szintre, ahol az édesanyja volt, és azt mondta, itt van a fiad, él. Az Úr feltámasztotta a gyermeket. Az asszony zokogva vette a karjaiba ezt a fiúcskát, nagyon örült, hálát adott ő is Istennek, és Illés felé fordult, és azt mondta, Isten téged mindig meghallgat, mert te az Isten embere vagy. És most tudom, hogy az Isten beszéde, amiket te itt egész Sareptába prédikáltál és mondtál, hogy ez nem csak egy embernek a beszéde, nem egy embernek az elgondolása, kitalációja, hanem az Isten beszéde, Isten szava, mert az Isten beszéde a te ajkadon igazság. Csodálatos dolog ez, hogy ez a sareptai özvegyasszony ebben a nagy megpróbáltatásban átélhette azt, hogy nem kell elveszteni a fiát, akkor, ha átadja Istennek, ahogyan ő a gyermekét átadta az Isten emberének. Azt is átélte a sareptai özvegyasszony ebben a megpróbáltatásban, hogy ugyan bűnös ember, aki megérdemli az Isten büntetését, ítéletét, de megértette, hogy Isten szereti őt, és a bűnöket megbocsátja, hogy az Úr az ő kegyelmével vette őt körül, mert az Úr minden embert szeret, benneteket is szeret, engem is, meg téged is szeret. Sokszor vannak vétkeink, hibáink, bűneink, de ha oda visszük ő elé, akkor ő megbocsájt, és az ő szeretetében részesít. Ez a megpróbáltatás azért volt a sareptai özvegyasszony házában, életében, a fiában, a családjában, hogy ő megláthassa, hogy milyen hatalmas Isten, hogy Isten az élet ura. Nem Illés tette a csodát, hanem az Úr feltámasztotta, az Úr életet adott neki. Mi csak imádkozhatunk azért, hogy az Úr tegyen csodát, de mi semmit sem tudunk tenni. Egyedül Isten cselekszik, és egyedül Istené a dicsőség. Ó, de nagy öröm volt a sareptai özvegyasszony házába. Jött a nagypapa, a nyakába ugrott az unokája. Meggyógyultam, élek! A nagypapa pedig magához szorította, és ő is elhagyta a pogány életvitelt, és az egyedül élő Istent félte, és szolgálta. Isten beszéde így erősítetett meg jelek és csodák által Sareptába.